A korintoszi csatorna története. Mindig harcos ősöket keresünk magunknak a történelemben, de elfelejtjük alkotóinkat. A 125 évvel ezelőtt átadott korintoszi csatorna magyar mérnökök munkája. Tür István, Garibaldi egykori tábornokának szenvedélye volt a csatornaépítés. Ő volt kezdetektől fogva a Panama csatorna építés cégének az aligazgatója. A másik panamai magyar, a kassai Gerstel Béla mérnök volt. Ő részt vett a csatorna útvonalat feltérképező egyik korai expedícióban. Miután Gerstel megtudta, hogy a Panama csatorna tervei kivitelezhetetlenek, meggyőzte Tür Istvánt, hogy 3000-szeres haszonnal adja el részesedését, még mielőtt a bukás bekövetkezett volna. A Peloponnészoszi félsziget a Balkán többi részével összekötő kis földnyelv átvágásával először a római Néró császár próbálkozott sikertelenül. Tür felidézte az ötletet. Ezt követően megkapta a fiatal görög állam engedélyét a csatorna megépítéséhez és 99 évig tartó üzemeltetésére. Megalapította a korintoszi csatorna részvénytársaságot. A tervek elkészítésével Gerstert és más magyar mérnököket bízott meg Tür. Az építkezések megkezdődtek, de ez sem volt zökkenőmentes. A költségeket itt is alul tervezték, és a Tür-féle francia tőkével működő társaság végül csődbe ment. A tábornoknak el kellett adni a kastélyát is, amelyet a csatorna egyik torkolatánál épített. Az eredeti tervek alapján és Gerstel irányításával egy görög cég végül befejezte a csatorna építését. 1893. augusztus 6-án ünnepélyesen átadták a csatornát. Jelen volt Első György, görög király, mellette Ferenc József, magyar király. 2009-ben a magyar kormány emlékművet emelt három nyelven a csatorna torkolatánál. A korintoszi csatorna a 19. század remek művének számít. Gerstel különben ezen kívül itthon 13 vasútvonal és a Duna-Tisza csatorna építését tervezte és irányította.